Nézzük ezt a kis kert feladatot. Íme a minta, ilyennek kell majd lenni a feladat megoldásának, amikor elkészül. Gyakorlatilag egy oldalt kell létrehoznunk. A menüben a maradék kettő menüpont az csak ilyen dísznek van. Gyakorlatilag egyelőre, hogy a menüt meg tudjuk csinálni. Amit látunk, hogy van középen egy doboz, ebben van benne maga a tartalom, a háttérben van egy ilyen jópofa kis állat, és hogyha megnézzük az oldalt, amikor görgetjük lefelé, akkor a háttér az fixen a helyén marad. Jó? Ha jobban megnézzük a szöveget, néhány formázást azért már rögtön látunk benne, itt a bekezdések első sora az minden esetben be van húzva, minden bekezdés sor kizárt, a címek előtt van egy ilyen kis zöld téglalap, illetve van néhány bekezdés, ami ki van emelve a többi közül. És itt még legalul látunk egy felsorolást, ami a feladat forrásaira mutat egy-egy linket. Ez itt római számos felsorolás. Na nézzük magát a feladat leírását akkor. A feladat leírása itt található, így néz ki, egy PDF fájban van. Ennek is a végén itt van a minta. Itt kétszer látszik ez a háttérkép. Ez csak azért van, mert ahogy a képernyőképet elkészíti, ugye ha nem csak a látható elemekből található képernyőképet, hanem az egész weboldalról készülő képernyőképet, akkor ismétlődés történik itt a háttérkép mentésében, de hát ugye valójában ez itt fixen van, és csak ez a zöld rész mozog. Jó, a feladat elején itt van az oldalnak a szerkezete. Jó, úgy néz ki, hogy van az egész, tehát ami zölden látszik, ugye itt az oldalon, ez a zöld rész, ez egy keret nevű doboz van, és akkor azon belül van még egy cím, egy menü, és itt tartalom rész. Ezek ID-val vannak jelölve, mert ezek olyan részek, amik nem fognak az oldalon belül később ismétlődni. Itt van benne egy kis elírás, még feladatba, hát ezt két oldal az állítsuk be, gyakorlatilag itt egy oldalunk lesz végül, ezt majd feladatba ki kell javítani. Jó, nézzük akkor sorba. Háttér az IMG mappában található háttér.png néven. Na, ehhez akkor kell nekünk a feladatnak a mappája. Van nekem ez a kert feladat, akkor őt megnyitom projektként. És látszik, hogy van nekünk egy IMG mappánk, amiről beszélt, abban van egy háttér.png nevű kép, ő az. Ott a másik képünk is, ami majd a kertet ábrázolja. Van egy forrás txt, ebben benne van a szöveg, de ezt most itt nem fogjuk használni, hanem tartozik ide egy index.html, amiben már benne van a szöveg, és bekezdésekbe is van szedve, és megvan az oldalnak a váza, úgyhogy ezzel nem kell majd szórakozni. Ha ezt most megnézem, hogy ez hogy néz ki, akkor csak egy olyan oldalt fogok látni, íme, ami a szöveget tartalmazza, alapvetően a címsorokat, itt kétféle címsor látszik, benne van a menü, benne vannak a linkek, ugye ez a két link, a menü 2, menü 3, ez nem mutat sehova, ez csak egy ilyen kettős kereszt volt beleírva, illetve itt is alul megvannak a linkek.
Na most akkor ebből kell nekünk egy olyan weboldalt csinálni, mint amit a mintán láttunk, méghozzá a feladat leírással együtt, vagy hát annak alapján. No, először akkor csináljuk meg az egésznek a keretét, készítsük el a dobozokat, illetve bocsánat, mert ezt elkezdenénk megcsinálni. Ugye nincs nekünk stíluslapunk, tehát én létre fogok hozni egy stíluslapot. Legyen ugyanabban a mappába, és legyen az a neve mondjuk, hogy kert stílus. És akkor ebbe fog bekerül. Hoppá, ezt nem adtunk neki CSS kiterjesztést. Tehát kell stílus.css, és őt fogom a indexben akkor itt behivatkozni. Kell stílus.css fel is ajánlja, mint az egyetlen CSS fájt a mappából. Jó. Na és akkor most hozzuk létre azokat a kereteket, amiket a feladatban láttunk. Tehát kell egy keret nevű doboz, amiben minden benne lesz, tehát ő itt fog kezdődni. És ID lesz, a neve pedig az, hogy keret. Jó, az ő záró tagje lesz a legvégén. Tehát a body zárója előtt. Jó, ugye ettől még nem látunk semmit, hát belekattintok, akkor elvileg itt néha kijelöli nekünk kékkel, hogy ez mire vonatkozik. Ezen az oldalon. Például most, de ilyet formázás még nincs benne. Akkor a cím az szintén egy ilyen ID-s dobozzal van megoldva. Ebbe csak a kiskerti kisokos cím fog tartozni. Ő cím lesz, és ő bezáródik utána. Jó, tehát most ezt a keret, ez gyakorlatilag erre a részre, a címre vonatkozik. Utána jött a menü. Jó. Menü részre vonatkozik. Tehát erre a részre. És ami maradt, az pedig úgy hívták, hogy tartalom. És ő pedig a tartalom végén fog majd záródni, ugye a linkek még benne vannak, a keretünkön belül kell, hogy vége legyen, tehát ez ide fog kerülni. Na, most a szerkezetet, amit itt látunk, ezt sikerült megcsinálni. Most akkor következzen sorba a többi feladat. A kép a böngésző bal alsó sarkában legyen, görgetéskor helyzete ne változzon, az oldal alsó és felső margója 30 pixel. Jó, ez a rész, ez még mindegyike a body kiválasztóra fog nekünk ugye mutatni. Ehhez akkor most már szükség lesz a kerstílus.css-re, és amiket ott láttunk, vagy leírva olvastunk, azt meg kellene valósítanunk. Kezdjük a margókkal. A margó az minden oldal, vagy minden oldalon. Igen, nem, csak az alsó és a felső, jó, emlékeztem, tehát az alsó és a felső margó, tehát margin top 30 pixel, és alul az pedig a bottom,
lesz, az is 30 pixel. Ugye itt ezt, ha egy sort meg szeretnénk duplázni, mert sorra újra szükségünk van, vagy csak egy kicsit kell benne javítani, akkor belekattintunk, és a Ctrl D megnyomásával tudjuk ezt duplára venni. Na most itt ez a 30 képpont, és itt is megvan. Jó, tehát ezt állítottuk be háttérnek. Akkor ezt is meg kell adnunk a háttérképet, az background image. És ha meg szeretnénk adni magát a képfájt, akkor URL felajánlja nekünk a, ugye a mappának a tartalmát. A feladatban az volt, hogy a kép az az IMG mappán belül lesz. Tehát először 5 választjuk ki, és azon belül a háttér.jpg-t. Bekerül a háttér, de egyelőre csak ilyen mozaik szerűen, hiszen ezt tovább kell állítgatnunk, hogy ez jó helyre kerüljön. Először is beállítjuk a pozícióját. Position. Szeretnénk, hogy lent legyen és balra, tehát bottom, most lent van, és legyen balra is, left. Most ezzel megadtuk neki azt, hogy a bal alsó sarokból teszi most be ezt a mozaikszerű elrendezést, de ez még nekünk mindig nem megfelelő, mert hogy nem szeretnénk, hogy ez ismétlődjön. Background. Repeat, ezt az ismétlődést kivesszük, tehát no repeat lesz belőle. Na most már kezd a helyére kerülni a dolog, de ha nézzük, ez még mindig úgy van, hogy csak a dokumentumnak a bal alsó sarkában van, és még mozog együtt a szöveggel. Ezt meg kellene nekünk még szüntetnünk. És ez akkor már csak egy beállítás van, a background attachment, tehát fixre kell állítani, és akkor ebben ezzel a lépéssel megoldottuk azt, hogy fixen ott legyen a bal alsó sarokba és ne mozduljon el. Jó, hát akkor az első feladat az megvolt. Nézzük a második feladatot. Tartalom minden oldalon egy középre helyezett maximum 1000 képpont széles sávban helyezkedjen el, tehát ez a keret ID, aminek a tulajdonságai a következők: háttérszín 60%-os átlátszóság, belső margó 0, sarok 20 pixellel lekerekítve, körülötte 1 pixel vastag, folytonos fekete vonal. Nézzük akkor ezt is sorba. Most eleve az, hogy látszódjon, hogy mit mókolunk benne, az szerintem akkor érdemes először a háttérszint beállítani. Ezt innen másolom, és nézzük, ez nem az, ez még az eredeti fáj volt, hanem ez az. Jó, tehát ID szeretnénk beállítani, akkor az kettős kereszttel kezdődik, a tartalom volt a neve, vagy mi volt a neve, ja, nem keret, ez még csak, tehát keret. Jó, és először akkor a háttérszint szeretném beállítani. Akkor ő lesz a background color. RGB-t kell használnunk, mert hogy ugye itt ennek van 4 paramétere. A 3 darab szín és az átlátszóság, ami 0,770%. Ne felejtsük el, hogy itt a tizedes vesző helyett tizedes pontot kell írni. Na most eznek megfelelően ezt ki is színezte. Hát remélem csak a kijelölés miatt van ilyen színe. Vagy ennek eleve ilyen színe lett. Na mindegy, ez nem pont az a szín, ami a mintán volt. Úgyhogy valami gebasz lehet akkor a 60%-os, de mondjuk az sem feltétlenül magyarázhatja azt meg.
Hát, na mindegy, egyelőre akkor ilyen színű lesz. A lényeg az, hogy lássuk, hogy hol van ez a doboz. Ugye a háttér az, most ebben ezen a dobozon belül ki van töltve ezzel a nem zöld, hanem sárgás színnel. És állítsuk akkor be azt a részt is, amikor azt mondtuk, hogy maximum 1000 pixel széles lehet, ez a max width. A sima width-tel szemben a max width az most nekünk sokkal jobb, mert így responsív maradhat az oldalunk. Ami azt jelenti, hogy ha fixen, tehát sima width-del 1000-re állítom, akkor amikor én ezt kicsinyíteni akarom, és akkor most ezt meg is mutatnám. Kicsinyíteni akarom, akkor ez a szélesség, ez fixen 1000 marad. Vagyis a kisebb felbontás esetén oldalra kicsúszunk a böngészőnkből. Ha max videt állítunk be, akkor az azt jelenti, hogy ha még nem érik el a 1000 képpont szélességet a böngészőn belül, addig responszívan csökkenti a doboznak a szélességét. Ha elérjük az 1000 pixelt, akkor pedig 1000 pixelen marad. Jó, tehát ez egy kisebb felbontású gépeknél, tableteken, okostelefonokon segít nekünk abban, hogy az oldalunk olvasható maradjon. A doboznak középre kellett kerülni. Ugye a sima center középre igazítás nem működik, ahhoz, hogy egy doboz kerüljön középre, a margót kell állítani autóra. Ebben az esetben kerül a dobozunk középre, itt látszik is. Jó, nézzük, mi volt még nekünk feladatban. Belső margó 0 pixel és 20 pixeles lekerekítés van, tehát a belső margó minden oldalon 0 pixel. Jó, és a lekerekítés volt, tehát akkor border rádiusz, ebben az esetben itt meg tudjuk adni, hogy milyen legyen, hány pixeles legyen a lekerekítés. 20 pixel volt, ebben az esetben a sarkokat itt lekerekítette, itt jól látszik is, 20 pixeles, és volt még nekünk egy egypontos fekete szegély körbe, ez 1 pixel, pixel solid, és black. Oké, ez megvan. Na most az, hogy a keret ugye miért volt belső margója, miért nulla, az nyilván azért van, hogy a benne lévő további dobozok, azok ne álljanak el a szélétől, és akkor majd azoknak a belső dobozoknak a belső margója fogja végül is ennek a külső doboznak a szélétől való távolságát is meghatározni. Ezt itt szerintem mindent megcsináltam. 3-as cím terület jellemzői. Szöveg 60 pixel magas, fehér színű, árnyékolt és jobbra igazított. A betűk közti távolság 12 képpont. Arial betűtípusú dőlt. A margó belső margó értéke 10 pixel, tehát akkor itt már eleve ugye látjuk azt, amiről beszéltem, hogy itt lesznek majd mindig a belső margók beállítva. Ez volt a cím terület, még szintén ID, tehát kettős kereszttel fogom megadni. Na nézzük sorba, elég sok minden le volt írva. A szöveg 60 pixel magas. Azt mondja, font size 60 pixel. Tehát ez így már alakul. Font family,
Arial, mert hogy Arial betűtípussal kell azt megjelenni, ez is jó. Láttunk egy jobbraigazítást, akkor itt már tényleg meg lesz a text align. Right. Na, mi volt még? Belső margó 10. Nem volt megadva, hogy melyik oldalon, akkor minden oldalon. Belső margó 10. A betű az fehér volt. Jó. Volt egy 12 pontos betűköz. A letter spacing 12 pixel. Alakul a dolog. Volt még egy olyan is, hogy dölt, akkor az a font style. És volt még egy árnyékolás, amiről közelebbit nem adott meg a feladat, úgyhogy valami árnyékot teszünk rá. Detect shadow, akkor nézzük sorba, balra, alulra és 5 pixel. Akkor az intenzitás és a szín. Oké, hát nem mondjuk, hogy jó lesz ez így. Tehát 10 aria stílus dölt, 10 pixel ritkítás megvolt. Úgy nézem, minden megvolt. Az mintán, hát jobb kicsit más az árnyék, de mivel nem volt megadva a konkrét értékekkel, hogy hogyan csináljuk meg, ezért ez is megfelel. Jó. Következő a menüterület. Itt egyébként a vonalakkal már látszanak is itt a belső margók, meg magának az egésznek, az egész doboznak az elrendezése. Hát ez a terület ilyen most nekünk, amiben a menük vannak. A menü hátterének színe sötét zöld, a belső margó 10 pont, betűtípus Arial szintén, a betűméret 16 és félkövér, a dobozt alul és felül egy 4 pixel vastag sárga dupla vonal szegélyezi. Aztán itt majd a linkek formázására még lesz egy kis szó, de nézzük meg akkor az első résznek. Szaladjunk annyira előre, ne kapjunk bele mindenbe. Tehát a menü háttere sötét zöld. Ő is volt egy ID nekünk, nek az volt olyan, hogy menü. Háttere sötét zöld. Dark green, ugye ezeket az angol név nevén ismeri. Tehát most már ez itt sötét zöld lett. Volt egy belső margója, ami 10 pixeles. Addig 10 pixel, megint nem volt megadva, hogy merre 10 pixeles, úgyhogy mindenhol. Itt a vonalakkal mutatja is. Aztán Arial 16 félkövér. Akkor ezt most egy becsináljuk meg. Font. Arial font size 16 pixel, és mi volt még nekünk egy félkövér, tehát font weight, pedig boldra állítjuk, tehát félkövérre. Na, így már a dolog azért valahogy kezd hasonlítani. Ja, még vannak a szegélyek, 4 pixel vastag sárga dupla. Ja, oké. Akkor most viszont csak alsó és felső szegély van, tehát border top. Nem volt adó, hogy hány pontos? Igen, 4. Jó, csak elfelejtettem közben, tehát 4 pixel dupla, tehát double, és sárga, yellow,
Hát itt valami látszik is, hogy megjelent a szegély, ugyan ez kerül alulra is. Szintén használhatjuk a Ctrl D-t, mert csak annyit kell átírni, hogy a top helyett bottom legyen. És megjelent alul is akkor ez a szegély. Jó, hát ez így egész jól néz ki. Nézzük, hogy miket írt a linkről. A link minden állapotában fehér, kivéve amikor a kurzort föléjük pozícionáljuk. Az aláhúzás egyik esetben sem látszik, minden menüpont csupa nagybetű, és középre igazított. A belső margó értéke 8 pixel. Oké, okay. Hát ez mégis a középre igazítást azt tehetnénk ott is, ahol most vagyunk, tehát a menüterületre, de mindegy, most tegyük ide. Jó, na, itt egy kicsit gondolkozni kell. A következő ok van a gondolkozásra. Nézzük meg az eredeti mintát. Először is az a helyzet, hogy kettő területen van link ezen az oldalon, mert hogy itt van fönt a menü, és itt van lent a forrásoknak a linkje. Ha most beállítom az összes linkre azt, hogy fehér legyen meg minden, amit itt látunk, akkor az erre is fog vonatkozni. Itt meg hát látjuk, hogy baromira nem úgy néz ki, tehát ez a megoldás nem stimmel. És itt az a megoldás, hogy az A kiválasztót azt úgy fogjuk elkészíteni, hogy csak a menü dobozra vonatkozzon. Jó, tehát amilyen formázást most csinálunk, az csak a menü dobozra vonatkozzon. Tehát az, hogy ő neki fehér a háttere, hogy csupa nagybetű, középre van igazítva, ez mind erre vonatkozzon. Ezt következőképpen tehetjük meg, ugye nem ide írjuk bele, hanem lesz neki egy kis gyermeke. Menü. És a következők a menün belül csak az ára, tehát a hivatkozásokra vonatkozzanak. Tehát menü A. Tehát a menün belül a hivatkozásokra. Méghozzá az, hogy ő fehér legyen. Color white. Jó, most megnézem azt, amit én csinálok. Fehér lett, de az alsókra ez nem vonatkozik. Ők maradtak kékek. Ugye, hogy ez volt, mert hogy ez csak erre a részre vonatkozik, erre a dobozra. Ne legyen aláhúzva. Text decoration nincs. Eltűnt a hivatkozás, és alulról szintén nem tűnt el, tehát azért látszik, hogy miről van szó, és már az alsó részre nem is fogok áttérni. Mire szükségünk volt egy belső margó, egy 8 pixeles belső margó. Még egy kicsit elállt akkor egymástól is elálltak ezek a feliratok, meg a felső résztől is. Ez a belső margó azért érdekes, hogy itt került rá a linkekre, mert hogy ez minden egyes ilyen linknek a belső margója. Itt látszik is a kis keresztekkel mutatja, hogy miről van szó. És arról volt még szó, hogy hogy ez csupa nagybetűs legyen. Jó, most azon gondolkoztam, hogy szóval írom, de szerintem őt is írhatjuk ide, bár nem feltétlenül. Mert hogy, na jó, jó lesz ide mindenképpen, mert ez minden állapotra érvényes lesz. Text transform, és legyen uppercase. Jó. Ja, és még annyi volt, hogy kerüljön középre. Na, viszont ő tényleg akkor mehet ide föntre a sima menühöz, mert hogy a benne lévő szövegeknek kellene középre kerülni.
És jó. Jónak tűnik, tehát ő visszamutat saját magára, ő meg gyakorlatilag nem mutatnak sehova, de aztól még ők menük. jó, ha link fölé visszük a kurzort, akkor a szöveg körül egy keret jelenik meg, a keret háttere 40%-os fekete, szegélye 1 pont fekete vonal, 5 pixeles lekerekítésekkel. Tehát amiről szó van, az ez. Amikor fölé viszem a egérkurzort, akkor szépen megjelenik ez a keret körülött. Tehát ugye nem aláhúzás, vagy ilyesmi történik, hanem mindegy kis gomb, hogy ez körbe fogja jelölni. És ahhoz, hogy ez működjön, ugye ehhez nekünk a hover tulajdonságot kellene állítanunk. Ami megint csak úgy kell állítanunk, hogy ez csak a menüben lévő linkekre vonatkozzon. Tehát akkor úgy kezdjük, hogy menü, a kettős pont és hover. Jó, és akkor ide kell nekünk megadni a hátteret, ami azt mondtuk, hogy background color, legyen ilyen átlátszós fekete, ugye a feketének a RGB kódja 000, és 40% volt megadva, tehát 0,4. Ennek már látszódnia kell, igen, meg is jelent. Ami nincs meg, az a lekerekítés, még illetve a szegély, fekete szegély. Tehát akkor egy sima fekete szegély, egy border, egy pixel, solid, black. Most már meg kell, hogy legyen a szegély is, ott megvan a szegély is. Egyedül a lekerekítésre van szükség, ami 5 képpont volt. Itt akkor a border, radius. És ez egy 5 pixel. És lekerekítés, nézzük az eredményt. Igen, ez már olyan, mint ami a mintán volt. Tehát akkor a menü rész az úgy tűnik, hogy szintén elkészült. Nézzük tovább. Következő feladat a tartalom dobozra fog vonatkozni. Annyit tudunk róla, hogy a benne lévő szöveg sor kizárt legyen, a sorok távolsága 30 pont, minden bekezdés első sora 24 ponttal legyen behúzva, a belső margó a két oldalon, tehát jobb és bal oldalon 30 pixel. Jó. Menjünk sorba. Tehát sor kizárt szöveg. Ugye ő volt a tartalom. Sor kizárta a benne lévő szöveg, tehát justify. Ennek az eredményét már láthatjuk is. És most jön az, hogy ne legyen rögtön a szélén a szöveg. Ugye beállítunk egy belső margót, két oldalt, tehát right, aztán megvan a jobb oldali, és most meg lesz a bal oldali is left. Jó, tehát két oldalról szintén mutatja megint, hogy hova került. Sorok távolsága is 30 lesz, és első sor 24-jel van behúzva. Feljebb viszem. Jó, menjünk akkor sorba. Tehát kell nekünk egy első sor behúzás. Az a text indent. Az 24 pixel volt. És kell egy sor magasság állítás. Line height. Ő pedig 30 pixel. Ezzel a sor közök egy kicsikét megnyúltak. Jó, elég jól néz ki, arányos legalábbis. Ez a négyes feladat is megvan. És akkor jön az ötös, ami a címsorokra vonatkozik. A címsorok betűtípusa verdan, a méretük alapértelmezett a címek. Bal oldalán egy sötét zöld téglalap található. Az ő esetükben az első sor behúzása 10 pixel. Na térjünk megint vissza egy kicsikét az eredetire. Azt látjuk, hogy itt van egy címsor, itt van, és itt is van egy. Ezek a címsorok viszont láthatóan nem ugyanazon a szinten vannak,
És ha ezt megtekintjük a HTML-fájl forrásába, akkor látszik, hogy a címek H2-es, illetve a végén H3-as címsorral vannak jelölve. Ez azt jelenti, hogy van egy rakás közös tulajdonságuk, tehát közös formázásuk, és az egyetlen különbség a kettő között, ami amit csak a gyári méret ad, viszont azt nem kell nekünk állítani. Most ebben az esetben ugye akkor itt a jelölőket úgy kellene megcsinálnunk, hogy egyszerre vonatkozzon a H2-re, vessző, és a H3-ra is. Mert hogy ugye mindegyiknek ugyanaz a tulajdonság volt, először is, hogy Verdana betűtípussal vannak. Ezben nézzük is az eredményt. Tehát Verdana betűtípussal lettek. Elsősor behúzása 10-re van állítva. Elsősor behúzása, akkor text indent 10 pixel, mindegyik visszajött, ugye a H2-es is, meg a H3-as is, mert hogy mind a kettőre vonatkozik. És előtte van egy ilyen sötétzöld téglalapszerűség. Most ez a sötétzöld téglalap, ez konkrétan egy bal oldali vastag szegély. Jó, tehát semmi trükk nincs benne, csak egy bal oldali vastag szegély. Hát akkor border left. Nem tudjuk, hogy megint pontosan milyen méretekben van ez megadva, tehát nekünk sem kell pixel pontosan ugyanakkorát létrehoznunk. Legyen mondjuk 18 pixel solid, és azt mondta, hogy sötét zöld, tehát akkor dark green-ként megadhatjuk. És meg is jelent ez itt, és hasonlít is erre, ami itt van. Jó, és ez megjelent minden címnek a bal oldalán. Jó, tehát ez volt az ötös feladat. Oké, itt már látszik a minta ezen az oldalon is. Aztán a hatos feladatban ezt mondja, kiemelt bekezdések tulajdonságai, vagyis kiemelt bekezdések alatt értjük ezeket a bekezdéseket, amik úgy gondolta a szerző, hogy valami miatt fontosak, ezért ki kellene emelni. Ugye hát a könyvek, tankönyvekben is látunk ilyeneket, egy definíció, hogy valami ki van emelve. Most erre vonatkozóan, tehát itt tavasszal reggeli, vagy napközbeni kezdetű bekezdés esetén nem látunk semmit, itt van, nem látunk semmit a kódban, sima bekezdés. Na most itt jönnek majd az osztályok, tehát itt már tényleg osztályt használunk, mert hogy ezek a formázások olyanok lesznek, amik egy oldalon belül ismétlődni fognak. Tehát ő már nem kettős kereszttel fog készülni, hanem ponttal, és mondjuk legyen az a neve, hogy kiemelt. És akkor ezt a kiemelt stílust fogjuk alkalmazni arra a kettő bekezdésre. Hogy lássuk, hogy mi történik, rögtön a háttérrel kezdjük el. Hátterünk, ez a színkód lesz. Remélem ez a szín már nagyjából stimmelni fog, de hát mindegy, majd akkor átállítjuk másmilyen színre, ha mégsem. Tehát ez a background color. Bemásolom. És ahhoz, hogy ez a megfelelő bekezdésen látszódjon is, hogy ezt a kiemelt stílust, ezt azokra a bekezdésekre alkalmaznunk kell. Tehát ehhez a bekezdéshez, akkor az kezdő címkét kiegészítem azzal, hogy class, és kiemelt. Aha, és már itt rögtön erre a bekezdésre az háttérszín meg is jelent, és a másik, amire ezt alkalmaznunk kell, az pedig a helyi viszonyokat, a második bekezdés következő szakaszban. A helyi viszonyokat itt van. Klassz. Kiemelt.
Jó, és akkor ő is meglett. Na most ez a sárga szín, ez nem annyira passzol ide, lehet, hogy ezzel valamit. Aha, és azt fogom csinálni, hogy kilesem erről, hogy mi volt az eredeti színünk. Az eredeti szín 20, 52-140. De mintha ugyanezt írtuk volna be. Ja, 500, ó, hát ezért nem is lehet olyan. Jó, na hát azért végére csak kiderül a turpisság, ezért kell munkat ellenőrizni. Na, mindegy, így sokkal jobban néz ki a dolog. Jó, és ennek az átlátszóság meg volt adva. Na, mi volt még? A háttér bal oldalt egy 8 pixel vastag szegély fehér. Mielőtt tovább megyünk, ezt beállítjuk, tehát a bal oldalt. Border. Left 8 pixel vastag fehér sima vonal. Eredményt ellenőrizzük. Ott van. Jó. Hol volt? Többi oldalon egy 1 pixel széles szaggatott fehér keret. Tehát minden másik oldal akkor border top, mondjuk ezzel 1 pixeles szaggatott. Oda rakta föntre, ez látszik, és akkor kétszer megnyomom a Ctrl D-t, és átírom bottomra és rightra. Így kapjuk meg így kapjuk meg a keretet. Az látszik, hogy itt kicsit csúnya lett nekünk, mert hogy rajta van a szélén, de két esetben a szöveg, de erre is van a feladatban egy megoldás, hogy a belső margot tegyük 8 pixelesre, és akkor ez majd itt ez megszűnik. Megtettem 8 pixelesre, és igen, gyakorlatilag eláll most már a szöveg a szegélytől, tehát jól néz ki. Oké, közeledünk a feladat végére, az utolsó két feladat van hátra. A képet kell beszúrni. Képet szúrja be a megfelelő helyre és formázza a következők szerint. Jobb oldalra történjen az igazítás. A szélessége a doboz 30%-a. Tehát ennek a doboznak a 30%-a. Mindjárt mondom, hogy ez miért érdekes nekünk. Magassága automatikus. Kép tartalmazza a mintához hasonló árnyékolást is. Hát itt van valami kis árnyékolás a jobb és alsó részen. Na, tehát menjünk sorba, szúrjuk be akkor a képet. A kép ez valahol itt van. Beszúrom. Ez visszamegyek a HTML-re, és mindjárt elmentem, és el kell mennem a terület kiválasztása után ide. Vagy ide szeretném a képet berakni, IMG. SRC, és megint ki tudom választani, hogy itt ügyesen img mappa kert.jpg, és bekerül. A mérete az egyáltalán nincsen megváltoztatva, tehát képszerkesztővel, hanem ő egyszerűen csak úgy van bekerült ide, az elhelyezkedése sincsen meg. Az első fontos dolog, hogy az volt, hogy a az volt, hogy 30% széles legyen. Na, ami a képre vonatkozik, itt egyetlen egy képünk van, ha több képünk lenne, akkor kicsit más lenne a helyzet. Most minden esetre egy képünk van, tehát én az egész IMG jelölőre fogom ezt csinálni. A szélessége annak a doboznak, amiben ő talál, azon belül a 30%. Jó.
És a magassága, hogy az arányos maradjon, beállítom autóra, bár szerintem amúgy is autó lenne, tehát ha nem írom be, hogy autó, akkor autónak veszi. Mire jó az a 30%? Egyrészt ahhoz képest nézi a 30%-at, amiben éppen van, tehát ebben a, most ebben a tartalom nevű divben van benne, ahhoz képest 30%, látod, hogy ide kiférne még egy, meg még egy belőle. És ha én ezt elkezdem csökkenteni, ennek a böngésző területnek a felbontását, akkor ugye a egész keretünknek a max divje miatt ugye ő is elkezd csökkenni. És hogy látod, a kép ugyanúgy responszívan ehhez a távolsághoz határozza meg a méretét, és ő is elkezd csökkenni, és folyamatosan 30%-on marad. Tehát ahogy csökken lefelé a tartalomnak a mérete, úgy igazodik hozzá a képnek a mérete is. Ha nem állítottuk volna be azt, hogy nem százalékosan állítjuk ezt be, akkor ez sajnos az mindig ugyanakkora marad, és egy idő után teljesen szétcsúszik miatta az oldalunk, és ki is lóghat oldalra. Most ez még annyira nem jó nekünk, mert hogy ez nem került jobbra a szövegen belülre. Most ezt is könnyen meg tudjuk, be tudjuk állítani, ez a float lesz nekünk, és a levegő kerüljön jobbra. Jó, bekerült jobbra. Azt látjuk, hogy a szöveg az rögtön rá is mászott, ami hát nem nagyon jó nekünk, amikor ilyet csinálunk, tehát ez ronda, konkrétan Wordben is ronda volt már, itt is ronda. Ilyenkor ennek a objektumnak, tehát az ennek a képnek kell akkor margót adni. Hát vagy megadom ezt a margót minden oldalra, hát akkor így látszik, hogy ennyivel fogja eltolni, sőt magát a képet is eltolja itt a jobb oldali margótól, tehát ez csak fél megoldás, inkább csak a szövegtől kéne neki elhatárolódnia, akkor pedig elég nekünk ez a margin left, tehát csak a bal oldali margót tegye be. Hát ott adtunk, tehát 30% magassága automatikus, ugye itt is megvolt ez, le volt kerekítve a széle, minden szerint. De az már egy kimaradt ebből a feladatból, de nem baj, a minta szerint látjuk, valamennyire le van kerekítve. Akkor azt most már mi is meg tudjuk csinálni. Border radius, és mit tudom én, legyen 10 képpont. Jó, akkor lett valami kis lekerekítés, és volt nekünk egy szegély. De, bocsánat, tehát egy árnyék, az a box shadow, és akkor ez legyen 2 pixel, 2 pixel, 1 pixel. Ugye, ha 1 pixelt rok harmadik paraméternek, az amikor a leginkább kontrasztos az árnyék, ha ezt megnövelem, akkor meg ilyen elmosódott lesz belőle. De a mintán kontrasztos volt, szóval a kontrasztos 1 pixelt fogjuk használni, és black. Ezzel az oldalunk, ezen része itt megvan. Jó, az ugyanúgy néz ki akkor most már, mint a mintám volt. És az utolsó feladat, az oldal aljára készíts el a minta szerinti felsorolást, ami a forrásokra mutató link van. Na most a felsorolást kell készítenünk ide. Ehhez muszáj lesz belenyúlnunk akkor újra a HTML fájlunkba. Legyen benne egy felsorolásunk, és akkor ez egy számozott felsorolás volt, tehát az az all, és tegyünk bele elemeket, all. Na, miket írok én itt?
Li. Írok egy olt, aztán megírok egy lit. Vagy ult. Na, már félre beszélek. Tehát ő lenne akkor az egyik elemünk. És ő lesz a másik elemünk. Jó, tehát csináltunk egy számozott felsorolást. Itt a minta, jó. Ja. Aha, oké, ez egyelőre nem lett római számos, akkor vissza egy kicsit, és állítsuk át a típusát római számosra, na így már sokkal jobb lesz. És nézzük, hogy hogyan tudunk ebből a linkből ilyen zöld, vagy zöld linket csinálni. Ja, valahogy így is volt leírva, hogy az felsorolások link, a linket mint az jó, nem volt semmi extra leírva, csak az, hogy ilyen legyen, hát ez sötét zöld. Akkor ugyanazt a trükköt alkalmazzuk, mint ami a menünél volt. Szeretném, hogy csak a felsorolásban lévő linkek legyenek olyanok, amiket én most be fogok állítani. Tehát azt mondom, hogy felsorolás, már mint számozott felsorolás, tehát all. Azon belül a linkeknek a színe pedig legyen dark green. Jó. És akkor ez csak a számozott felsorolásra, számozott felsorolás hivatkozásaira fog vonatkozni az, hogy a linkek sötét zöldek legyenek. Erre a részre nem is vonatkozik. Jó. Szerintem minden megvan, mindent elmentek itt a végén. Ezt most bezárom, és nem az élő előnézetben fogom megnyitni, hanem megnyitom itt a mappámba, amiben dolgoztam. És nézzük. Egyáltalán végfutunk, összehasonlíthatjuk a mintával, és azt látjuk, hogy nagyon jól dolgoztunk, gyakorlatilag mindent megcsináltunk, ugyanúgy néz ki a dolog, még a végén a szín is összejött. Jó, háttérnél látjuk, nem mozog el. Jó, alul megvan a 30 pixeles dolog, tehát ilyenekre, ilyen sarokpontokra érdemes odafigyelni, hogy minden meg legyen, és átfutni még egyszer a feladatot. Jó, én ezt most nem csinálom meg, megbízom magamban, hogy ez a feladat megoldás így ezzel jó lett.